A legutóbbi november 18-ai közgyűlésen Körömi Attila képviselő napirend előtt jelentette be, hogy leköszön frakció vezetői tisztségéből. A Fidesz frakció vezetője most Nagy Csaba, aki itt van velünk a stúdióban. Szeretettel köszöntöm. És gratulálok ehhez az új feladathoz, új kihíváshoz. Tulajdonképpen mi volt a döntés, a változás oka? Hát köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm tisztelettel a nézőket. Igazából nem volt semmi olyan rendkívüli oka, amire esetleg itt gondolni lehetne ebben a szituációban. Körömi Attila képviselőtársam egy évvel ezelőtt egy évre vállalta a frakció vezetését. Ennek egyetlen egy hatatos oka volt, méghozzá az, hogy az első év a legnehezebb minden egyes frakció életében, hiszen ekkor kell összekovácsolni a frakció munkáját. És mivel a Fidesz frakció elég jelentős számú, hiszen a második legnagyobb frakció a testületben, hát erre a munkára kellett egy év. Miben más egy frakcióvezető munkája, mint egy idézőjelben egyszerű képviselőjé? Hát jelentősen különbözik, azt kell, hogy mondjam. Nagyon sok fejfájást okoz ez, azt gondolom, hogy minden jelentősebb frakciót vezető képviselőtársamnak, hiszen itt gyakorlatilag 9 embernek a munkáját kell összehangolni, a szakbizottsági munkákat, a politikai munkákat és az egyéni kerületre oszló munkákat. Ez nehéz feladat, nagyon sok szervezőképességet igényel és szervezést igényel, ezen kívül pedig hát fokozottan igénybe veszi az embert más egyéb szempontokból is, hiszen figyelemmel kell kísérni mind a 9 embernek a munkáját. A 9 tagból nem mindenki Fidesz tag, több más pártból is vannak a frakcióban tagok. Mennyire egységes mégis a frakció? Azt gondolom, hogy egységes a frakció, hiszen minden egyes jelentős kérdésben frakciógülésen egyeztetjük az álláspontunkat, mind szakmai, mind politikai oldalról, és mivel nagyon hasonló gondolkodású emberek vannak, így nem befolyásolja a frakció véleményalkotását az, hogy gyakorlatilag 3 párt képviselői ülnek a frakcióban. Ön jelenleg miben látja a frakció szerepét a közgyűlésben? Hát azt gondolom, hogy a frakciónak igen jelentős szerepe van, hiszen ellenzékben vagyunk, tehát mi vagyunk az egyik olyan frakció, aki arra hivatott a politikai felállások szerint, hogy ellenőrizze a kormánykoalíció működését. Én azt gondolom, hogy ha valaki figyelemmel kísért az elmúlt egy éves tevékenységünket, akkor eszembeötlő volt. Ezt egyébként szeretnénk ugyanígy csinálni, tehát a politikai alcélben semmiféle változás nem történne terveink szerint, hanem inkább azt kell, hogy megfogalmazzuk, hogy a választásokon elindultunk egyfajta programmal, és ezt a programot szeretnénk most már egy kicsit jobban megmutatni a pécsi választóknak az elkövetkezendő 3 évben. Jelenleg mik azok a legfontosabb ügyek, amikben feltétlenül szeretnének változást elérni a közeljövőben? Azt gondolom, hogy a legfontosabb téma a város életében az a következő költségvetésnek az elkészítése, illetve meghozatala lesz. Most kerül majd nem sokára be a közgyűlés elé a költségvetési koncepció. Én azt gondolom, hogy több más képviselőtársammal egyeztetve ennél fontosabb döntés nem lesz a városban, hiszen a költségvetési helyzet, azt kell, hogy fogalmazzak, hogy ilyen nehéz még soha nem volt, és nem csak nekünk, hanem a kormányzó koalíciónak is egy olyan költségvetést kell beterjeszteni a következő évben, az évezred forduló előtt egy évvel, ami a jelenlegi gondokat megpróbálja megoldani, illetve enyhíteni. A közelmúltban még egy személyi változás történt a frakción belül, új taggal gyarapodtak. Igaz, hogy ez a létszámon nem változtatott, hiszen egy korábbi fideszes képviselő helyett most Márton András, az MDNP képviselője került be a közgyűlésbe, és az önök frakcióját választotta. Miben erősíti majd önöket ez? Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben, hiszen Márton András egy nagyon színes egyéniség, és amellett, hogy ő színész rendező, az élet számtalan más területéhez nagyon hozzáértően tud hozzászólni. Úgyhogy ebből az okból is került be most első körben a gazdasági bizottságban, hiszen egy olyan értékes emberről van szó, akinek a munkájára mindenképpen számít a frakció, és hát nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy arányban tudta megjelni a kerületét. Én köszönöm szépen, és jó munkát kívánok a tervek megvalósulásához. Köszönjük szépen.